Ние та потартота сечені. Írónők, akiket elfeledtek. Brazil csapattal mérkőznek az öreg fiúk. Köszöntöm Önöket! Önök a 60 TV híradóját látják. Informatikai, ügyviteli, közgazdasági, általános gimnáziumi és egészségügyi képzésre is jelentkezhetnek azok a nyolcadikosok, akik a Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumban szeretnének tanulni szeptembertől. Fehér Józsefné igazgató az intézmény nyílt napján elmondta, hogy a szakgimnáziumi oktatással milyen új lehetőséget nyílnak a diákoknak. Általános tájékoztatóval kezdődött a reggel a Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumban. A nyolcadikosok idén két napon keresztül látogathatták az intézményt, betekintést nyerve ezzel a középiskolások mindennapjaiba. A nyílt napokon a diákok megismerkedtek az épülettel és tanórákon is részt vettek. Fehér Józsefné igazgató elmondta, az informatikai, ügyviteli, közgazdasági és általános gimnáziumi tagozat mellett a 2016-os tanévtől indult egészségügyi képzésre is lehet majd jelentkezni. Hozzátette, a szakgimnáziumi oktatásnak köszönhetően már OK és végzettséget is szerezhetnek a tanulók a középiskola végére. A szakgimnáziumi képzés az most került ez év szeptember 1-től bevezetésre, és itt látták, hogy milyen lehetőséget biztosítunk a diákoknak, tehát nem csak az érettségi bizonyítványt fogják megszerezni, hanem 12. év végén kapnak egy középfokú OK és végzettséget. Ha valaki plusz egy évig még itt marad intézményünkben, akkor pedig egy emelt szintű OK és végzettséget kap az adott ágazatának megfelelően. Az iskola népszerűségét jól mutatja, hogy az elmúlt években folyamatosan emelkedik a nyílt napokra látogatók száma, és egyre több településről érkeznek. Lili és Rebeka Kartalról jöttek. Azt mondják, az egészségügyi képzés érdekli őket a leginkább. Az egészségügy az vonzó. És akkor jövőre már ide jelentkeznél? Lehet. Egészségügy tetszik ebben az iskolában inkább. Valószínű, hogy ide jövünk. Igen, nagy esély van, hogy ide jövünk. Az intézmény tornatermében standokat is felállítottak, ahol Széchenyi diákok mutatták be a tagozatokat és a szakköri lehetőségeket. Lesznai Anna mellett még négy olyan magyar író és költőnő életét és munkásságát mutatták be a könyvtárban, akiket méltatlanul hanyagolnak az irodalomkönyvek, holott tehetségükkel kivívták az elismerést. Az Ady Endre könyvtár legutóbbi előadásán Tilcsné dr. Popper Valéria, irodalomtörténész, olyan író és költőnőkre koncentrált, akik ugyan maradandót alkottak életük során, mégsem kapnak kiemelkedő figyelmet. Orci Emma, Erdős René, Csapó Mária, Lesznai Anna és Sziklai Szeréna. Mind olyan nevek a magyar irodalomban, amire csak kevesen kapják fel a fejüket, holott műveik miatt mindannyian megérdemelnék, hogy széles körben ismerjék őket. Ennek pedig nem csak politikai okai lehetnek. Olyan okok is, hogy a mai magyar irodalmi tankönyvek nemhogy ezeket a, mondhatjuk azt azért, hogy kevésbé jelentős íróhölgyekről is elfeledkezik, de például Vörösmarty Mihály zalánfutását sem tanulják már a mai gyerekek. És nagyon-nagyon sok valóban nagy íróköltőnek a művét is kiirtották a tankönyvekből, nem csak ilyen íróhölgyeknek a munkásságát, akiket kevésbé ismerünk. Tilcsné dr. Popper Valéria elsősorban a területi kötődés miatt választotta őket előadásának témájaként, mivel mindannyian ebben a régióban, Felvidéken, illetve Magyarország északi részén éltek. Az irodalomtörténész szerint mindegyikük talpra esett, családját fenntartó hölgy volt, akik méltó példaképei lehetnek a modern nők számára. Ráadásul egy olyan korban éltek, ahol az alkotók között még nagyon kevés nő volt. Rendhagyó mérkőzést játszanak péntek délután az FC 60 pályáján. Az öreg fiúk ellenfele a brazil keresztény válogatott lesz. Előtte a Grassalkovics iskola növendékei is pályára lépnek.
A baptista szeretetszolgálat meghívására érkeznek a városba egykori válogatott brazil focisták, akik a Grassalkovics Antal baptista iskolába látogatnak el. Ennek apropóján jött az ötlet, hogy a klasszikusok játszanak két mérkőzést is pénteken a Népkerti sporttelepen. Itt vannak Brazíliából öreg fiú csapata, úgy is lehet mondani. Régi NB1-es brazil válogatottban is szereplő focisták vannak, akik keresztény emberek, és szerettek volna eljönni, megnézni az itteni baptista szeretetszolgálat által átvett iskolát, és ott hálaadás istentiszteletet tartanak. És akkor, hogyha már eljönnek, és ők már volt focisták, akkor eszünkbe jutott, hogy milyen jó lenne, hogyha a 60-i öreg fiúk csapatával megmérkőznének. Elsőként 2:45-kor egy rövid meccsen csapnak össze a Grassalkovics iskola diákjaival, majd 2:45-kor pedig az öreg fiúk ellen lépnek pályára. Hát a keresztény brazil válogatottat fogadjuk. Nagyon nagy megtiszteltetés. Hát egy brazil csapat ellen úgy gondolom, hogy bárkinek a pályára lépni az egy ünnepet jelent. És hát az öreg fiúk csapat, aki az ukrán öreg fiúk válogatott ellen is már megmutatta farkas fogait, mondhatom így, mert azért akár olyan egy nagyon jó mérkőzést játszottunk. Most ugyanezek a srácok eljönnek, és megpróbálják a brazilok ellen fölvenni a versenyt. Itt lesz a régi nagy csapatkapitány Szabados Gyuri, Bánföldi Zoli. Nagyon bízom benne, hogy a ifjabbak közül a Tóth Peti, aki ugye itt az elmúlt évtizedben szintén a csapatkapitány karszalagot vitte. Ifjabb Gömöri Otto, idősebb Gömöri Otto, tehát azok, akik itt a város futballjához ezer szállal kötődnek. Mindkét mérkőzés ingyenes. Holnap Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, közgazdász, egyetemi tanár, a hadtudományok kandidátusa lesz a közéleti szalon vendége. A beszélgetést 18 órakor tartják a Grassalkovics kastély dísztermében. Holnap borult, ködös időre van kilátás, napsütés csak a déli órákban valószínű, eső, ónos eső várható. A legalacsonyabb hőmérséklet -4 és -8 fok között alakul, napközben ismét 4-7 fokra van kilátás. Kedves nézőink, Önök a 60 TV híradóját látták. Most a Kommentár című magazinunk következik, ha tehetik, maradjanak velünk. Én megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!